Hyde megszületett. Én is szeretném látni az unokámat, mielőtt meghalok. Én megértelek, drága bátya. Én is megértem, felség. Hát, igazán nem akarlak sürgetni, hamupipőke, de azt hiszem, hogy fogytán az időd. Honnan tudod a nevemet? Ki vagy te? Azt gondoltam, hogy mostanra már kitaláltad. Én vagyok a tündérkertészgatyád. Akarom mondani, a tündérkeresztanyád. Bár csak érteném. Ettől pipuma! Külcsőszer! Tehát rocsára! Külcsőjet az itt ellen! Te húr a! Ti malát rakt nüket! Jó rád, jó te tárabgyad! Igazán, igazán higgyétek el, kedves kém, hogy én alapjában véve egy nagyon ügyes, sőt mondhatni, bazár tehetségű tündérkeresztanya vagyok, de ma, hát ma valahogy semmi nem úgy sikerül, ahogy szeretném. Most pedig, hogy épségben hazatért a háborúból, azért aggódjak, mert ő hercegségének nem akarodzik a nősülés. Elég volt! Ön csodálatosan táncol, és a legelbűvölőbb teremtés, akivel valaha találkoztam. A királyságok valamennyi hercegnőit ismerem, de önhöz még soha nem volt szerencsém. Hol bujkált eddig, drága hölgy? Egyedül jött? Hol a kísérete? Nem szólt, talán megbántottam? Kérem, nézz el nekem, hogy elárasztom a kérdéseimet, csak tudni szeretném, hogy ki jön és honnan jött. Miért? Atyám a király parancsba adta, hogy a mai bálon feleséget találjak magamnak.